Na. Le kéne ide ülni. Igen. De ülj le, ülj le. Üljél le. Úgy. Igen. Tedd bele a deszkát a vízbe. Igen. Jaj. Adj. Jaj. Jaj, Győző, én jaj, úgy fél. Amikor már odaértünk, és már majdnem a finishbe voltunk, már akkor feladtam volna a színem szerint, csak be amiatt nem adtam fel, hogy igenis megmutatom, igenis meg tudom mutatni. Jó, hogy be vagyok! Már! Hajrá, Győző! Mindenki drukkol olyan kicsit! Hajrá, Győző! Amikor már ott volt a zöld szőnyegen és a kiállás előtt közvetlen, én azért úgy drukkoltam, hogy hát csak sikerül, hát azért most, ha megjegyezte azt, amit az a gyerek mondott neki, akkor csak sikerül. Hát ha meg nem, akkor meg még jobb, hogyha itt az elején leesik, és akkor lehet, hogy elmegy a kedve. Ebben reménykedtem. Elborult az elmém, abban a pillanatban, amikor már azonnal jött. Nem foglalkoztam csak azzal, hogy az egyensúlyom megmaradjon, és a félelem, a torokszorítás, minden egybe jött. Megmondom őszintén, tudtam volna vele menni, mert éreztem, hogy meg tudok állni, legalább egy 50 métert, hogy menjek vele. Tök kellemetlenek és tök cikinek tartom, és tök szégyen az egész. Gyere, kigyalog! Itt vagyunk! A kezeddel! Győző! Mutatom! Gyere, mert elütnek! Jönnek a többiek, megijedtem gyere! Megijedtem a csónak! Furán vette a levegőt a vízben, és nem akartam azt, hogy mit tudom, hogy félrenyeljen, vagy hogyha sok vizet nyel, utána rosszul legyen, vagy beteg legyen, vagy nem tudom, mi baja legyen. Nem merném ezt kipróbálni. Nekem ez nem. Ez egy ilyen vizes sztori. Győző! Hoppá! Itt röhöghettek rajtam, de letűztem a féladat ma kétszer. A lovon is, meg itt is. Ez egy jó kérdés, hogy hagyjam. Tök kellemetlen, hogy végigcsináltam, mert rengetegen voltak. És ezt vegye fel valaki telefonra, rakja ki. Tök kellemetlen, és én úgy érzem, hogy ez nem én vagyok. A végbordot hagyjuk meg a gadzsóknak. Én úgy gondolom, hogy ez a gadzsóknak a sportja.